A BKV tavaly két új menetrendszerindi járatot indított, mindkettőt új Budán. Az egyik a 18-as villamos útvonalának meghosszabbítása volt a szavaja Parkig, a másik a 239-es busz, amely egy kis szünet után február 1-től újra közlekedik. A 239-es busz eredetileg metropótló járatként indult, működött. Mint kiderült, nem csak a nagy közönségnek tetszett ez a megoldás, a szakma is azt mondta, hogy ez egy valóban egy jó megoldás. Kár, hogy eddig nem jutott eszünkbe, típusi reakciók voltak. Közben ugye volt egy ciklusváltás, önkormányzati választások, a metro felújítás üteméhez is kellett igazodni. Most február 1 ére érett meg az a szituáció, hogy a BKV be tudta vállalni a járat végleges beindítását. Ebben döntöttünk a fővárosban, mint Városüzemeltetési Bizottság most a legutóbbi ülésünkön, nagyon örülök annak, hogy az előző Városi Zemeltetési Bizottság elnökeként elkezdett munkát, most be tudtam fejezni ennek a ciklusnak a Városi Zemeltetési Bizottság elnökeként ebben a témában. Szerintem egy nagyon jó döntést hoztunk, teljes gazdagrét, a gazdagréti lakótelep élvezheti azt az előnyt, hogy egy gyors járattal, buszsávokkal, kevés megállóval egyenesbe be tud jutni a belvárosba és apró uh, pici módosulás majd lesz még. A végső cél az, hogy a Blahaluiza térig járjon a 239-es. Figyeljük a tapasztalatokat, remélem mindenkinek tetszik, majd ha bármilyen módosításra szükség van, akkor visszatérünk rá. Addig is az biztos, hogy a 239-es busz a Kazinci utca és a Gazdagréti lakótelep között jár. Reggel 6 és 9 óra, valamint délután 2 és este 7 óra között.